A NAV beperelte az átlátszót. Gyakorlatilag a napban szemben a közvéleményben egyfajta bizalmatlanság alakult ki, mert hogy azt állította a véleményem szerint valótlanul, hogy a NAV jogszerűtlenül működik. 2014 márciusi cikk azt állítja, hogy Somos Katalin, a kiemelt adózók főigazgatója, olyan hálózatos áfacsalásokban résztvevő cégekkel kapcsolatos vizsgálatokat állított le, amely leállítások ellehetetlenítették az egész hálózat fölgöngyölítését, föltárását. Mi sem bizonyítja ezt, hogy azóta fiktívé is váltak azon cégek, amelyekre a konkrét állítások vonatkoznak. Valóságot elfelejtve állítja azt, hogy a központosított ellenőrzésre irányuló kérelem tárgyában írt és a Kafik főigazgatója által aláírt kérelmet nem támogató okirat miatt nyilvánvalóan adócsaló cégek visszaélésének feltárása mindennemű adóhatósági ellenőrzés meghiúsult. A központosított ellenőrzés a főigazgató nem engedélyez. Lényegében ellehetetlenült a vizsgálat, ennek megfelelően a lemond következtetés nem szerintem. A PER kapcsán azért érdekes állítások hangzottak el a NAV képviselőjének a részéről, miszerint is az átlátszó próba szerencse alapon fogalmaz meg állításokat. A személyes nyilatkozatnak a lehetőség az újságíró felajánlottak. Nem kérdezi meg az ítást a NAV, kettő egyen küldte meg a szerkesztőség. A bírósági ügyvételi szabályzatról szóló jogszabály értelmében amennyiben a bíróság az irat zártan kezelését szükségesnek tartja, úgy annak zártan kezelését elrendelheti. A bíróság megítélése szerint tekintette arra, hogy a felperes nyilatkozott arról, hogy az iratok adótitkot tartalmaznak, és nem járul hozzá nyilvános kezeléséhez, ezért a bíróság elrendeli az iratok zárt kezelését. A NAV bizonyítékként csatolta az ügyhöz az alábbi cikkeket, a legkisebbi számít, megduplázták az átlátszó büdzséjét, az előfizetések és a kisadományok. További cikket csatolt, átlátszó cikk, betelt a pohár a NAV ellenőrnél, feljelentette a NAV-ot, mert nem üldözi az áfacsalókat. Illetve a legérdekesebb, Best of átlátszó 2014. Tanulnak az átlátszó szerette volna behívni Vida Ildikót, Csillag Dezsőnét, illetve a vonatkozó ügyben érintett Somos Katalint is. A bíróság kérte azt, hogy csupán három tanút idéztessünk. Bíró kérdésére alperesi képviselő, amennyiben a bíróság azt rendeli el, hogy csak három tanú meghallgatását kívánja fogadatosítani a következő perben, akkor dr. Somos Katalin és Hegedűs Demme Zsolt meghallgatása. Még egyet mondhat. Szontágné Szontágné dr. Kovács Erzsébet meghallgatása.